Afganisztánban született adventi gondolatokat szeretnék megosztani azokkal, akik a távolból is hallják és értik a szót. Gondolatokat, mert mostanában már az is jó, ha az embernek vannak gondolatai, hiszen akkor használja a fejét, és talán még van annyi fölösleges ideje is, hogy néhány percre leüljön csak úgy csöndben, minden görcsös elképzelés és tervezgetés nélkül. Tudjuk, hogy az okosokkal lehet beszélni, a bölcsekkel lehet hallgatni. S talán a hallgatak bölcsek egy kicsit úgy, mint annak idején az első karácsonykor, ha hosszú és néha bizonytalannak tűnő vándorlás után is, de elsőként találnak rá az újszülöttre. Lukács evangéliuma az utolsó időkről szól, amikor az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. Mert a világgal csak úgy történnek a dolgok. Mint amikor a munkában elfáradt ember otthonába hazatérve lehuppan a képernyő elé, és bámulja a világ történéseit. Talán némi érdeklődéssel, de kellő távolságtartással, nehogy túlságosan közel kerüljenek hozzá, de talán még bele is avatkozzanak a saját, ha nem is tökéletes, de már jól megszokott hétköznapjaiba. Mintha csupán kívülálló szemlélője lenne egy nagy előadásnak, mely végződhet jól is, rosszul is. Talán csak a rendkívüli tragédiák pillanatai azok, amik rádöbbenték a bámészkodó tömeget, hogy ez a mű róluk szól, és tőlük is függ a végkifejlet. Másik világ ez itt, ahonnan a gondolatok indulnak. Itt a karácsonyt nem úgy ünnepeljük, mint otthon, de mégis rendületlenül várakozunk. Különböznek a jelképek, és mások az elképzelések, de a vágy az ünnepre és a találkozásra itt is ugyanúgy jelen van. Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban. Távoliak, s talán sokak számára felfoghatatlanok, vagy csak egyszerűen észrevétlenek. Mert ahhoz, hogy észrevegye őket az ember, fel kell emelnie a tekintetét. Ez pedig a nehéz szívű és olykor nehéz fejű emberiségnek nem mindig sikerül. Emeljük fel a fejünket, de a szívünket is. Néhány évvel ezelőtt a katonáink elhatározták, hogy megpróbálják legalább külsőségekben idevarázsolni egy picit az otthoni karácsonyok hangulatát, és szereznek egy igazi, élő karácsonyfát. A helyi vállalkozó, aki természetesen lehetetlen soha nem ismert, ígéretét betartva leszállította a környék legszebb fenyőfáját, melynek kis jó indulattal volt 4 ágacskája, és itt-ott jelképesen néhány tűlevél is himbálózott rajta. Mindezt a gyönyörűséget még fokozta a katonák által ráaggatott papírdíszek sokasága, és a hazaküldendő fényképek kedvéért, mint egy angyalként a fa mellett pózoló tüskés arcú, bajuszos angyalok serege. Másképpen várakozik az ember egy tűlevél és fenyőillat nélküli ünnepre, bár ez a sallangmentes, lecsupaszított várakozás, mintha közelebb állna az első, a hiteles karácsonyhoz. Otthon a kicsi gyermekek már idő előtt előre kieszegetik az adventi naptárakból a csoki figurákat, mert azt remélik, hogy az apró, üres rekeszek siettetik, ha nem is az ünnep, de legalább az ajándékok eljövetelét. A felnőttek a szokottnál is rohanóbb életritmussal próbálnak összekapargatni egy kicsivel több szabadságot az ünnepre. Az ünnepelt pedig szépen csendben várakozik. Talán egy kicsit velünk együtt remélve, hogy egyre kevesebben lesznek a nehéz szívűek, akik már sem a tekintetüket, sem a szívüket nem képesek fölemelni, amikor elérkezik a találkozás pillanata. Thank you.